Én is szeretettel üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok. Az előadásom az arról fog szólni, hogy miről is hallhattunk, miről is szólt ez az ENSZ közgyűlés, ami áprilisban történt, április közepén New Yorkban. A kábítószereket vette napirendjére az ENSZ-nek a közgyűlése. Ugye ez a közgyűlés, ez az ENSZ-nek a legmagasabb döntéshozó szerve, ami viszonylag ritkán szokott történni. A drog problémát legutóbb a napirendjére 98-ban vette ez a közgyűlés, és akkoriban a 98-as ENSZ közgyűlés azzal a szlogennal indult meg, hogy drogmentes világ meg tudjuk csinálni. Tehát azt a célt tűzte ki a világ nemzeteinek a közössége, hogy 10 év alatt jelentősen csökkenti vagy megszünteti a kábítószereknek a előállítását és kereskedelmét a világon. Ugye ez a drogpolitikai akcióterv, tudjuk a statisztikákból is, hogy nem volt túlságosan sikeres. 2009-ben aztán újra tárgyalta az ENSZ-nek a kábítószerügyi bizottsága ezt a kérdést, akkor elfogadtak egy újabb akciótervet, egy újabb 10 éves akciótervet. Ez az akcióterv azonban megismételte gyakorlatilag ugyanazokat a célkitűzéseket, amelyeket a 98-as. Tehát ez is azt mondta, hogy 10 év alatt jelentősen csökkenteni, vagy meg kell szüntetni a kábítószereknek a kereskedelmét. És hát ugye ennek az ENSZ döntéshozó mechanizmusról azt is tudni kell, hogy itt csak teljes konszenzussal történnek a döntések, tehát nincs szavazás. Itt alapvetően ez úgy történik, hogyha akár egyetlen kormány, egyetlen tagállam is vétót emel, akkor nem fognak elfogadni egy határozatot. Tehát ami itt ebből a közgyűlésből kijön, az tényleg csak az, amiben egyetértés van a tagállamok között. Ugye azóta is eltelt már majdnem 10 év, hogy ez a 2008-as ENSZ akcióterv megszületett, és hát azt, most is azt látjuk a trendek, a globális trendekről, hogy hát sem a drogfogyasztás alakulása, sem pedig a kínálat terén nem következett be jelentős csökkenés, hanem inkább növekedés. És hát ami szintén egy eléggé beszédes adat, az az, hogy miközben ugye egyre nő a kábítószereknek a lefoglalása, a kábítószereknek az ára az viszont csökkent, tehát hogy nem lettek kevésbé hozzáférhetőek a kábítószerek. És hát emellett pedig vannak olyan régiói a világnak, ahol viszont igen nagy károit tapasztalják a polgárok az illegális drogkereskedelemnek, ilyen például Latin Amerika, ahol ugye a drogkartelek ellen indított háború során nagyon sok civil ember is meghalt. Mexikóban például 2006-ban az elnök meghirdette a drogkartelek elleni háborút, és ennek következtében 2006-tól napjainkig körülbelül 100 ezer ember halt meg. Ezeknek egy jelentős része az civil, és ugye azt is tudjuk, hogy a mexikói drogkartelek bevételeinek körülbelül a 60%-a az abból származik, hogy kannabiszt csempésznek át az Egyesült Államokba, tehát itt egyértelműen ez egy globális probléma, ez nem csak a latin-amerikaiak problémája, hanem arról szól, hogy gyakorlatilag a gazdag fogyasztói országokba irányuló drogkereskedelemnek a kárait, azt elsősorban a szegényebb országok lakossága szenvedi meg. És hát ezért van az, hogy pont a latin-amerikai országok voltak azok, akik kezdeményezték azt, hogy az ENSZ közgyűlés ismét vegye napirendre ezt a kérdést. Latin-amerikai országok ugyanis azok, akik leginkább a változás pártján állnak. Mexikó, Guatemala és Kolumbia terjesztette elő ennek a közgyűlésnek megalakításáról szóló határozatot. Ugye ezt akkor lehet közgyűlést tartani, hogyha vagy a biztonsági tanács tagja kezdeményezi, vagy pedig a tagállamoknak a többsége támogatja. Itt 95 ENSZ tagállam támogatta ezt az indítványt, és ezért aztán kitűzték 2016-ot, mint dátumot, vagy 2016 áprilisát. És az ENSZ főtitkára arra hívta fel a tagállamokat, hogy használják arra ezt az alkalmat, hogy egy széleskörű nyílt vitát tartsanak a kábítószer problémáról, amely mindenféle opcióra kiterjed. 2015 nyarán aztán a tagállamok arról határoztak, hogy öt ilyen téma szerint fogják megvitatni az ENSZ-en a droghelyzetnek az alakulását. Az első téma az a drogkontroll és közegészség, a második a emberi jogok, harmadik a bűnözés,
A negyedik az alternatív fejlesztés, ez ugye azt jelenti, hogy a termesztő országokban a kokacserjét vagy ópiummákot termesztenek, ott hogyan lehet alternatív megélhetést biztosítani azoknak a parasztoknak, farmereknek, akik ebből élnek, ugyanis ha csak kiírtjuk ezeket a termőterületeket, akkor az humanitárius katasztrófát eredményezhet. És hát az ötödik téma az az, amit Magyarország is igen jelent, vagy ilyen megérez mostanában, a designer drogok, az új pszichoaktív anyagoknak a terjedése, és hogy azzal mit lehet kezdeni. Ugye elmondok néhány olyan témát, ami megosztja a nemzeteket az ENSZ kábítószerügyi fórumain. Az egyik ilyen téma közegészségen belül az a HIV-AIDS járványra adott reakció. Ugye tudjuk azt, hogy az Afrikán kívüli világon minden harmadik új HIV-fertőzés a fecskendők megosztásával függ össze, és azokban az országokban, ahol széles körben bevezettek ártalomcsökkentő programokat, mint például ugye Nyugat-Európában, ott sikerült megállítani ezt a járványt, ellenben Ázsiában és Kelet-Európában ezek a programok nem hozzáférhetők, ott még mind a mai napig nagyon gyorsan terjed a járvány, és ezekkel az ártalomcsökkentő programokkal kapcsolatban van egy jelentős nézeteltérés. Ugye Oroszországban például még mindig a metadon fenntartó program az be van tiltva, és hát a tűcserét is csak úgy megtűrik. Tehát abban a szempontból volt egy nagy vita, hogy ezeket az ártalomcsökkentő programokat támogassa, ne támogassa a közgyűlés, és hát ugye a világ globális szinten azért ezekhez a programokhoz a hozzáférés az igen alacsony, például opiát-szubstitúciós szerekhez csak 8%-a jut hozzá a heroinfüggőknek a világon. A másik nagy téma, amiben voltak nézeteltérések, az a opiát alapú fájdalomcsillapító szerekhez való hozzáférés. Ugye itt az a fő probléma, hogy a világ opiát fájdalomcsillapító gyógyszereinek a 90%-át azt a fejlett világ fogyasztja, miközben a szükséglet ezek iránt, a gyógyszerek iránt 90%-ban a fejlődő világban van, és hát az a fejlődő országokban azért sem lehet hozzáférni ezekhez a gyógyszerekhez, mert elég szigorú kábítószer kontroll szabályok vannak érvényben, amelyek nagyon szigorúan korlátozzák az orvosok számára azt, hogy hogyan írhatják fel ezeket a szereket, miközben hogy azt látjuk, hogy Amerikában meg gyakorlatilag egy ilyen a receptre kapható gyógyszereknek egy ilyen teljes fekete piac alakult ki, és több ember hal meg opiát túladagolásban jelenleg, mint autóbalesetben. Tehát itt van egy óriási nagy aránytalanság a világon, ezt kellene valahogy kezelni. Aztán ugye egy másik téma, ami elsősorban a dél-kelet-ázsiai országokat érintette, az az, hogy hát ugye a kezelés nevében nagyon sok embert fogva tartanak, úgynevezett rehabilitációs központokban. Ezeknek azonban nem sok köze van azokhoz a rehabilitációs központoknak, amiket mondjuk mi Magyarországon annak hívunk. Ezek inkább ilyen munkatáborok gyakorlatilag, ahova bezárnak embereket, és hát eléggé rossz körülmények között. Korábban erről is forgattunk filmet, ilyen ketrecekben tartanak például embereket. És hát itt ugye ez van egy elég jelentős nyomás ezekre az országokra, hogy ezeket a táborokat zárják be. Maga az ENSZ kábítószerügynöksége is azt mondja, hogy ezeket be kell zárni, de Vietnám, Kambodzsa, Laos, stb. Ezek az országok viszont ezt nem akarják. Aztán ugye egy másik téma, drogfogyasztók büntetése kérdése, az a kérdés, hogy mennyire arányosak azok a büntetések, amelyeket alkalmaznak az államok a kábítószerek fogyasztóival, vagy akár kereskedői tételekkel kapcsolatban, és hogy mennyivel járul hozzá a bebörtönzések arányának a növekedéséhez a szigorú drogpolitika. Itt is ugye elég jelentősen eltérnek az országok abból a szempontból, hogy hogyan kellene ezt a kérdést megítélni jogilag. Az Egyesült Államok, ami ugye nagyon sokáig a legszigorúbb országok közé tartozott, az most ugye változik. Most már több államban ugye legálisra tették a kannabiszt, és emiatt ugye a nemzetközi politikában sem olyan aktív az Egyesült Államok, mint korábban volt. Obama elnök éppen nemrég jelentette be azt, hogy kivonják a pénzt a börtönök és büntetőigazságszolgáltás fejlesztéséből, a büntetésekből, és több milliárd dollárra fogják támogatni az ellátórendszert.
Aztán egy másik megosztó téma, a halálbüntetések kérdése. Ez ugye szintén nem Európára jellemző, de ázsiai országokban még mind a mai napig több száz embert végeznek ki évente. Nagy részt egyébként viszonylag csekély jelentőségű kábítószeres bűncselekmények miatt. Például Kínában néha televíziós közvetítések is vannak a kivégzésekről. És hát ez az a kérdés, amiben például az Európai Unió nagyon határozottan azt mondja, hogy ki kell mondani azt, hogy nem szabad halálbüntetés kiszabni kábítószeres bűncselekmények miatt. Szóval ugye beszéltem az alternatív fejlesztés kérdéséről, itt ugye, hogy mennyire szabad például kiirtani a kokaültetvényeket, vagy a ópiumelkültetvényeket anélkül, hogy mondjuk biztosítanák ezeknek a farmereknek a megélhetését, mert nem elég mondjuk azt mondani, hogy oké, adunk nektek, nem tudom, krumplimagot, meg nem tudom, kávét, de ugye ezekben az országokban, ahol gyakran egyébként polgárháborús viszonyok vannak, például nincs út, amin elszállíthatja, eladni, nincsen piac, ahol eladhatja. Tehát, hogy ez egy ilyen általános fejlesztési kérdés, ami szintén a mi felelősségünk is, mert mi fogyasztjuk, ezek az fejlett országok fogyasztják ezeket a kábítószereket, például a kokaint, ugye, vagy a heroint. Tehát ez a mi felelősségünk is, hogy mi történik ezekben az országokban. És hát végül ugye az új pszichoaktív anyagok, amelyeknek a terjedése nem csak Magyarországon jelent problémát, hanem ez egy világszintű probléma, aminek ugye az egyik nagy dilemmája az, hogy hiába vesznek föl ugye akár egyenként, akár csoportosan ezeket a szereket tiltó listára, mindig vannak új szerek, amik megjelennek a piacon, és hát én azt gondolom egyébként, hogy jelenleg nem nagyon látunk erre olyan megoldást, ami ezt a kérdést teljes mértékben megnyugtatóan tudná kezelni. Na most a New York-i közgyűlés sem már gyakorlatilag egy kész helyzet elé állították a résztvevőket, ugyanis már korábban a Bécsi Kábítószeri Bizottság ülésén már megvitatták és elfogadták azt a záró dokumentumot, ami az ENSZ közgyűlésének a záró dokumentum volt. Tehát már, amikor oda mentünk, akkor már a nyitó ülésen elfogadták a záró dokumentumot, ami egy viszonylag furcsa protokoll volt. És hát a civilek azért is bírálták ezt a folyamatot, mert nagyrészt zárt ajtók mögött történt ennek a záró dokumentumnak a megvitatása, és mi azzal szemben, hogy ugye eredetileg egy rövid dokumentumot akartak elfogadni, ez végül egy ilyen 10 oldalas, 100 paragrafusos szöveg lett, ami egyébként elég kevés kézzelfogható cselekvési tervet tartalmaz arról, hogy mit kellene tenni, és hát nagyon gyakran olyan megfogalmazások vannak, ami egyébként is jellemző az ENSZ-nek a nyelvére, hogy amiket így is, meg úgy is lehet értelmezni, és hát nagyon sok kérdésben nem ad fogódzót a tagállamok számára ez a dokumentum, mint például a drogfogyasztók büntetése, vagy például az ártalomcsökkentés kérdése, ott sincsen teljesen meghatározva. Ami pozitív fejlemény volt, az, hogy ugye számos tagállam kiállt a halálbüntetés eltörlése mellett, sajnos azok az államok, amelyek még mindig ezt alkalmazzák, ezt nem fogadták el, és megvétózták azt, hogy ez bekerüljön a záró dokumentumba. Ugyanakkor nagyon, tényleg elég keményen és határozottan kiálltak az Európai Uniós országok, köztük Magyarország is a halálbüntetés eltörlése mellett. És hát voltak fontos bejelentések is az ENSZ közgyűlésen, amelyik például mondjuk Mexikó bejelentette, hogy dekriminalizálják a drogfogyasztást, tehát nem fogják büntetni a drogfogyasztókat. Kanada is bejelentette, hogy ellenőrzött drogfogyasztói szobákat fognak nyitni az országban, tehát számos ország arra is felhasználta a közgyűlést, hogy hazafelé üzenetet küldjön arról, hogy milyen reformokat fognak bevezetni. Az záró dokumentumba bekerült az ártalomcsökkentésnek a támogatása. Maga ez a szó, ez még mindig egy kicsit ilyen tabu szó az ENSZ nyelvezetben, Oroszország és egyes más országok miatt, de bekerült a tűcsere nevesítve van, az opiátszubstitúciós kezelés nevesítve van, különböző HIV és hepatitis megelőzés nevesítve van, illetve az, hogy ezeket a programoknak a hozzáférését kell növelni, amennyiben a ország törvényei ezt lehetővé teszik. Nálunk ugye az ország törvényei ezt, vagy a drogstratégia is előírja, tehát ez ránk vonatkozik például. A,
Aztán ugye, ami még szinte egy pozitív fejlemény, hogy az emberi jogok elég fontos szerepet kapott a dokumentumban. Például ugye az önkényes rendőri intézkedéseknek a tilalma, bekerült önkényes fogvatartásnak a tilalma, illetve szintén egy fontos dolog, hogy a létfontosságú gyógyszerekhez való hozzáférés növelése a fejlődő országokban az is bekerült a dokumentumba. És hát készítettünk egy rövid filmet a New Yorkban az a közgyűlésről, ami talán jobban fogja érzékeltetni, hogy milyen volt ott a légkör.